Szavasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fogunk nektek bemutatni, mint az öt kedvenc tengerpartunkat, strandunkat, hogy hova szeretünk járni itt a Gold Coaston. Ezen kívül lesz nyereményjáték is, de erről majd most beszélünk, vagy a videó végén? A videó végén beszélünk erről, hogy lehet majd nyerni, hogy lehet benne részt venni. Itt, ahol mi lakunk a Gold Coaston, nem tudom, hogy tudtad-e, de a tengerpart 75 km hosszú, tehát nagyon sok helyen le lehet menni, fürdeni, ugye attól függ, hogy milyen látványt szeretnél látni, van ilyen köves rész, van nagyobb hullámos rész, van kevésbé, mutatom neked! Tehát, ahogy látjátok, itt van Ausztrália. Itt lakunk mi, itt a Gold Coaston, ahol éppen ugye villogunk, ott vagyunk mi. Kicsikét ráközelítek nektek, hogy lássátok. Ugye itt van a Gold Coast, ott van egy kicsit följebb Brisbane, Sydney, mutatom. Sydney az itt van lent. Mi Sydneytől egy olyan 900 km-re lakunk, amúgy várják, közelítek rá egy kicsikét jobban. Itt van a Gold Coast. Jelenleg ott vagyunk, látod, ahol villogunk. És ezen a részen egészen lefelé, bárhol le tudsz menni a tengerparton, tehát nagyon sok lehetőséged van, ahogy látjátok. Várj, egy kicsikét közlem, hogy csak nehéz tartani a kamerát, meg a telefont is. Jelenleg mutatom. Jelenleg itt villogunk, itt parkoltunk meg az autóval, itt van a víz, végülis ez nem a nyitott tengerpart, hanem ahogy látod, itten be lehet jönni, látod, ez a nyitott tengerpart. Itt bejön a víz, a tenger vize, ott be tudnak jönni a hajók is, és jelenleg még itt vagyunk. Odáig ugye ki nem tudunk úszni, mert ez egy kicsit messze van. De mutatom is nektek! Látod, itt van a víz, ott egy ilyen szép, ezer éves, nagyon régi hajó, és arra fogunk elindulni, úgyhogy most szedjük magunkat, ugyanis kezd nagyon meleg lenni az autóba jelenleg. Hány fok van, Lukasz? Mit néztünk? 33 fok van, reggel hány óra van? 9 óra, 8 perc van, úgyhogy szerintem induljunk. Mindegyik tengerpartot meg fogjuk nektek mutatni, az öt kedvencünket, ugye, és mindenhol be fogunk menni a vízbe, és megmondjuk, hogy miért szeretjük azt a részét, vagy ezt a részét, ugye, a partnak. Úgyhogy induljunk! Nem, itt nem lehet fürdeni, ott álltunk meg az autóval, látod azon a részen, és oda fogunk visszagyalogolni, csak gondoltam, hogy ide kijövünk, és megmutatjuk nektek ezt a részt. Látod, itt ilyen sok hajó áll mindenfelé, itt ki tudnak kötni. Ott van, ott látod, ott szemben van a Surfers Paradise, kicsit próbálok nektek ráközelíteni. Végül is az ott a központ, ahogy látjátok, ott van és nagyon-nagyon sok szálloda, és majd fogunk menni arra is, de egyelőre most itt lemegyünk, ugyanis átmegyünk oda a túloldalra, oda a homokos része, ahol lehet fürdeni. Rendben van? Jó, akkor induljunk! Megérkeztünk! Ezt a részt végül is azért szeretjük, mert nincsenek nagy hullámok. Tehát itt bele tudsz menni, ugye Lukasz? Simán bele tudunk menni, és a hullámok nem vagdosnak minket. Bele tudunk menni ugye a Davis-szel is, ugye kisgyerekekkel. Tehát ide szeretünk lejárni, sokszor lejövünk ide erre a részre, ahogy látjátok. Elég sokan kezdenek most már jönni, nagyon szép ugye az idő. Ott van egy ilyen kis homokos rész, ott középen körbe lehet sétálni, és nagyon sok hajó van itten, jetski, később ugye majd még több ember lesz. Készen állsz? Belemegyünk a vízbe? Jó. Belemegyünk egyet, gyorsan lehűtjük magunkat. Melyik részre megyünk? Ide vagy kicsit arrébb? Valahol ott, ahol nincs túl sok ember. Na mindjárt megérkezünk ide, látod, ahol akartunk jönni, amúgy van itt egy park bal oldalt is, elég sokan kezdenek itt is jönni. Hol? Itt megyünk le? Na készen vagy? Készen. Sok kárat nem akarod itt hagyni? Add ide, oda letesszük, itt hagyjuk. Várjál, ide letesszük ezt, csak nem, hogy elvigye a szél, rárakjuk a, mit rakunk rá, a papucsodat, rendben van? Meg a cipőmet. Meleg, nagyon meleg a homok. Visszafelé.
arra felé, ami itt jönnek le a hajókkal, látod, hozzák le a hajót. Sokan itt egy ilyen hajós parkoló, itt a lejáró, itt le tud vinni a hajódat, a jetskidet, éppen amit ugye akarsz. Ott kezdődik a hajóparkoló, és egészen idáig tart. Amúgy itt vannak szállodák, látod, ilyen kisebb szállodák itt egész végig, ott a kanyar után is. Arra felől is, ahonnét ugye jöttünk, és várjál, jön a bicikli, Lukasz, erre az oldalra gyere, mert ez a mi felünk. Itt jönnek ugye a biciklik szembe, és ez a mi oldalunk, itt kell menni. Így ki is van jelölve. Amúgy ott álltunk meg az autóba, amikről egy ilyen 2 perc gyaloglás jön, és itt nem volt hely. Ott azon a része nem volt hely, már rettentő sokan vannak így reggel, ahogy ugye mondtam nektek, aztán így csak 9 óra múlott, hogy az idő nagyon szép. Mi történt? Nagyon meleg van. Ja, az a melegebb kezd most már még lenni, ilyen izzadós meleg van. Ugye januárban mi nálunk, és ja, jó, így lehűtöttük magunkat. Ugye most beülünk az autóba, megizzadunk, aztán utána megint lehűtjük magunkat a következő tengerparton. Most a másikra megyünk, ahol vannak hullámok is, elég nagyok, reméljük. Láttad, abba a mi volt abban a bicikli átkúján? Kutyát húztak vele. Azt hittem gyerekülben, de kutyát húztak vele. Ott megy, látod? Oda nézd, milyen autó. Te, ilyen régi, de nagyon szépen meg van csinálva. Ahogy itt a mi autónk is végre visszaértünk. Te, tiszta homokos lett az ülés, és elfelejtettem lemosni a seggemről a homokot. A lábamról lemostam, a seggemről nem. És, na mire, hazérünk, majd kitakarítjuk. Úgyhogy, most, hova megyünk? A másik. A másik? Oda mutatom neked. Ott van Surfers, ott körbe megyünk, és ide visszakívjuk, ugyanis itt van egy ilyen feles sziget. Tehát oda a túloldalra fogunk átmenni, ott arra a részre, csak a másik felére, ugye, és ott ugye az óceánpart. Úgyhogy, ha nagyon jól tudnánk úszni, akár át is úszhatnánk oda, és nem kéne autózni. Ugyanis autóval ez körülbelül lehet, hogy ilyen 20 perc, lehet, hogy fél óra is, attól függ, hogy hányan lesznek, ugye milyen lesz a forgalom. Na mindegy, úgyhogy induljunk. Megérkeztünk, oda nézd, milyen az ülésem, látod? Ráraktam ezt a kis takarót, most tiszta, homok, mindenhol. Megálltunk itt a parkolóba, ott mögöttem, ott egy ilyen öblös rész, ahol voltunk, amit az előbb mutattam nektek, ugye azt a részt a túloldalról. Itt mögöttem, ha megfordulok, ott pedig az óceánpart lesz, majd így arra át kell sétálni. Amúgy látod, azt az után futott, Lukasz? Ez egy levágott autónak a hátulja ott mögöttem. Hideg vagy? Miért? Fázol, álljál ki oda, oda álljál ki, és mindjárt femleg itt a nap, te. Azért fázol egy kicsit, mert vizes a ruhád, aztán beültünk az autóba. Na, úgyhogy hozom a táskát. Ezt a tengerpartot én mondjam, miért szeretjük, vagy te akarod elmondani, miért szeretjük? Te! Én? Mindent? Mi az, hogy te nem tudod? Ezt a tengerpartot én azért szeretem, meg állítólag Lukasz is azért szerette egészen eddig, amiért most elfelejtette, mert ez kijebb van mindentől, tehát ez egy ilyen félszigeten vagyunk most itt kint, mind a két oldal ugye víz van, Surfers Paradise ugye a Golkosznak a központja, ami ott arra felé van, ugye onnét jöttünk, ott van a legtöbb turista, tehát ezen a részen inkább azok az emberek vannak, akik ide valósítják, tehát itt is van turista, de nem olyan nagyon sok, és ezért szeretünk ide járni, aztán hogy kigyalogunk ide és megmutatom nektek, hogy még mi más szép van ebbe a helyben, legalábbis nekem miért tetszik. Bezártuk az autót, itt ezen a részen nem sok autó állt meg, amúgy látod, arra többen vannak talán, és át kell most gyalogolni ott azon a homokos részen, látod? Itt le kell menni, van itt valahol egy lejárat, például itt, most csak vigyázzál a kígyókra, jó? Na, hogy véletlen valami megharapjon, és mostanában elég sok kígyóharapás van itt nálunk a Golkoszton, most ugye az az idő, mikor előjönnek a sok-sok kígyó mindenhonnét. Itt vagyunk lett a tengerparton, mutatom, hogy hol. Hello! Ide ültünk le, most, hogy itt fogjuk hagyni a cuccunkat itt a homokba, és ott, látod, ott van az óceánpart, amit nézik a partot, tehát hogyha véletlenül be akarnál fulladni, akkor az életmentő, látod, ott ül az autóba, kihúz téged, ami ott az életmentő torony, látod, onnét jöttünk le.
Annet, és ott ki lehet menni a végére. Látod azt a stéget, vagy minek hívják? Ott lehet amúgy horgászni, ki lehet sétálni. Aztán kicsit, ha hátrább nézel ott a háttérbe, ott az a sziklás fal egészen megy ki az óceánra egy darabig. Ott az mögött tudnak bejönni a hajók, ugye ott töri meg a hullámot. Ha arra elnézünk, ott van távolban Surfers Paradise. Majd arra is el fogunk menni, ugye át még a túloldalára is még ma délután, de először ide jöttünk legyet fürdeni. Ahogy látjátok, vannak lent itt emberek, de nem olyan túl sokan, nincs olyan nagy, ugye, olyan tumultus. Ahogy mondtam, ide általában inkább az itt lakók jönnek le, de sietni kell, mert oda néz. Nem látod, de úgy égeti a homok a lábamat, komolyan mondom, Lukasz, te hogy bírod ki? Mit csinálsz? Betemetted magad? Ezen a részen egy kicsit jobban ültem, de ott kint, komolyan mondom, papucs nélkül nem tudsz meglenni. Cserélem a kamerát és megyünk úszni, vagy mit csinálunk? Hol vagy? De várjál, lecseréljük a kamerát, még azt hiszem gyorsan iszok egyet, és rettentő sokat kell ugye inni itt a tengerparton, különben nagyon kiszáradsz és nem lesz neked jó. Mit csinálsz? Lukasz, már nagyon készen vagy. Van? Kész inni? Gyere ide, várjál! Cserélem a kamerát és futunk és iszunk. Először iszunk, aztán utána futunk. Aztán megyünk tovább. Átcseréltem a kamerát, ahogy látjátok. Addal én is iszok gyorsan egyet. Úgyhogy kiittuk magunkat, amit hoztunk jó sok vizet. Hoztunk vagy 3-4 üveggel. Hoztunk kolát, hoztunk... Tudod mit hoztam neked? Hoztam juice-t, azt a tropikusat. Mi van, te homokárat építesz megint? Beteszem a táskába az italt, ide látod ide bele. Aztán gyorsan futunk, nem máshol, mint oda a mély vízbe. Lukasz, milyen volt a víz? Jó! Jó? Hideg volt, vagy mi? Mi volt neked? Jaj, a hullám jól megsapta a Lukasz. Itt rettentő, nem olyan túl-túl nagyok, de nagyok a hullámok, és erősek, ugye? Hát nagy, ott nem is voltak hullámok. Ilyen erősek itt a hullámok, bár nem csak itt, ugye itt egész végig. Nem olyan túl-túl nagyok voltak, ma mert ugye nincs olyan nagy szél, de szerintem elég, bőven elég volt ez a hullám neked. Úgyhogy most lassan összeszedelőzünk és megyünk a következő tengerparti strandra. A következő tengerpartra, oda néz mi megy, ott megy a kacsavusz, látod? Ez viszi a turistákat és le tud menni a vízbe is, nem csak az úton tud menni. Amúgy ott van lent a tengerpart, ott azon a részen, mi itt álltunk meg ezen a felén. Itt a túloldalt meg egy ilyen folyós rész van, majd mindjárt oda is lemegyünk. És hogy miért szeretjük ezt a tengerpartot? Nem másért, mint Lukasz, miért szeretjük ezt a tengerpartot? Ezt se tudod, hogy ezt miért? A Lukasz csak ugye mindig jön velünk, abban én meg a feleségem, a Lukasz csak jön velünk. Ő ugyanúgy szereti, mint mi. Ezt a tengerpartot azért szeretjük, itt egy kicsit már több turista van, még nem vagyunk benne, hogy ezt szörfözbe ugolkoznak a központjába, de hogyha megéhezel, megszomjazol, akkor itt már vannak ilyen kisebb boltok, kávézók, tehát itt ki tudsz jönni, és tudsz enni. Ott kint a másik részen, ahol az el voltunk, ott nincsen kávézó, nincsen halas, nincsen, semmi sincsen, tehát ha enni, inni akarsz, ott nincsen, ahol az előbb voltunk. De itt, ezen a részen, itt már van. Tehát, de több a turista is. De attól függ, hogy milyen kedved van. Na, úgyhogy kiszállunk az autóba, megmutatom előbb ezt a részt neked. Aztán átfényünk oda le a tengerpartra. Ezen a részen, amit nem fogunk fürdeni, megyünk tovább a következőre, majd ott még lubickolunk megint egyet, jó? Ez lesz a harmadik kedvenc tengerpartunk, úgyhogy várjál, menjünk. Na ide megálltunk, meg vagy Lukasz? Hozod a vizelet, lemenjünk ide előbb erre a része. Megmutatom nektek ezt is, hogy itt van egy híd, átfényünk oda fel a hídra. Ennél többet mindent lehet szerintem majd látni. Ahogy itt már állnak meg emberek, többen látod a turisták, mennek oda lefürdeni, mert ez közel van ugye Surfers-höz, turisták ide csak el is tudnak sétálni végül is. Ott nézd, ott is mennek át. Amúgy itt egy park van a túloldalt, ide is néha beszoktunk jönni a Lukasszal, meg ugye a feleségemmel. Mi van, tudsz menni abba a papucsba?
Ja, még mindig fáj a lábad? Az előbb fájt neki a lába, valami kavicsra lépett, azt hiszem, ugye? Itt vagyunk a hídon, mutatom neked, hogy mi hol van. Elnézünk jobbra. Itt látod, jön be a víz, tehát hajóval itt be tudsz jönni. Ki van ami rakva, hogy mennyivel tudsz menni, látod az a hatos táblát, hogy mennyivel lehet a hajóknak menni. És amúgy itt is van egy ilyen strandos rész, annyira itt nagyon nem lehet fürdeni, de gyerekek ott bent vannak azon a részen. Azt, hogyha arra elsétálunk, ott egy park, ahol lehet játszani, van játszótér, és hogyha arra átmenjünk itt ugye a híd alatt, ott van bent szembe Surfers Paradise, ott a házaktól, itt ahol kezdődnek ezek a házak végül is, innét kezdődik, és az ott mind szálloda. Megérkeztünk ide a parkba, ott van bal oldalt a WC, mindjárt elmegyünk, mutatom nektek ezeket a szép pálma fás növényzetet, és ahogy itt tudod mi van? Egy ilyen tó. Gyere, ezt is gyorsan megnézzük. Emlékszel erre, Lukasz? Itt voltunk, mikor nagyon pici voltál, mit? Mimi? Azok kis ilyen madarak. Ott látod, ott az ivókánál. Erre emlékszel, Lukasz? Itt egy ilyen kis tó, ott van egy ilyen kis híd, és ebben nem lehet belemenni. Ez a nagy talpunak, látod, a Bigfootnak a... Hallod, Lukasz, ezt tudod micsoda? A nagy talpunak a barlangja. Emlékszel, a régi valami jött be? Tavaly, mikor beszéltünk a nagy talpulról, aki itt lakik mi nálunk ott az erdős része. Ja, gyere, megnézzük, ott a nagy talpa, csináltak neki végül is. Nem úgy beleugrasz, ott a híd, csináltak neki egy ilyen kis barlangot. Látod, ott a híd, itt folyik a víz, és itt át tudunk menni a barlangba. Amúgy nem tudom, hogy ki emlékszik rá, meg ki nem, ugye a régi valami ötbe, a legelsőben, mikor? Egy évvel ezelőtt beszéltünk a nagy talpulról, aki itt lakik mi nálunk az erdőbe, bár én még sose láttam, meg nagyon sokan nem látták, bár sokan azt mondják, hogy ők már találkoztak vele. Na mindegy, aki elhiszi, elhiszi. Itt, látod? Csináltak neki egy ilyen barlangot. Itt, ez a nagy talpú, látod? Így néz ki. Azt mondják az emberek, hogy így néz ki a nagy talpú. Ilyen szép nagy talpa van neki. Nagy oda bemenjél, benn van egy kígyó, aztán megharap, hallod? Gyere ki! Leérkeztünk ide a tengerpartra. Itt nem fogunk lemenni fürdeni, de megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Van egy pár ember len azon a részen, aztán ha elnézünk erre a felére, ott is sokan vannak. Ugye azon a részen vannak a legtöbben, ahol vannak a zászlók, mert csak ott lehet fürdeni két zászló között. Vannak életmentők is, egy páran sétálnak is. Surfers Paradise pedig ott van bent, ami rettentő sok ember van ott bent. Oda nem fogunk elmenni. Nagyon-nagyon nem szeretünk járni, mert ott van a legtöbb turista. Úgyhogy most átmegyünk hova? A másik partra, ahova szeretünk járni? Oda a Surfersben nem megyünk be, ugyanis ott a Surfersben mindig nagyon sok a turista, ott nem lehet megmozdulni se. Úgyhogy azt a helyet nem szeretjük, ott nem fogunk most megállni, hanem megyünk a következőre, amit megint csak nagyon szeretünk. Ide a következő nem egy, hanem kettő kedvenc tengerpartunkra. Éppen megyünk felfelé ide a csúcsra, ugyanis megmutatom nektek, az egyik kedvencünk a jobb oldalt van, a másik kedvencünk pedig a bal oldalt. Ezt a tengerpartot pedig nem másért szeretjük, mint... Mi van, megálltál? Mi van, kifáradtál, Lukasz? Jövünk fel már egy darabja, ugyanis ott lent álltunk meg az autóval. Már nem sok van vissza, mindjárt odaérünk. Ezt a tengerpartot nem más miatt szeretjük, mint azért, mert sziklás. Nekem rettentően tetszik ez a rész. Amúgy itt is nagyon sok a turista, sok kávézó van, halas, ételes, hogy lehet enni, inni, és közben megérkeztem, mutatom. Ide felmegyünk, és ki tudunk nézni, meg tudunk nektek mutatni a bal oldalt, meg a jobb oldalt. Majdnem mind a kettő rész úgy néz ki, kivéve egy kicsit másabb. És attól függ, hogy milyen kedvünk van éppen, vagy hol tudunk megállni, hogy az egyik felén, vagy a másik felén, és általában oda szoktunk menni, de várjál, felmegyek, ha Lukasz már felérkezett. Itt feljöttünk, itt ki lehet nézni, hogyha arra elnézünk, ez az egyik kedvenc tengerpartunk. Ott van a távolban a Surfers Paradise, az előbb nem ott voltunk, hanem egy kicsit még annál is távolabb. Megyünk oda a túloldalra és megmutatjuk nektek az utolsó kedvenc tengerpartunkat. Közben a sapkát meg kell fordítani, mert nem levitte a szél, rettentően fúj a szél. Ahogy mondtam, mind a kettő hasonló, de mégis egy kicsit másabb. Na várjál, közben kiérünk. Látod, itt mind a két oldalt ki lehet nézni. Jössz, Lukasz?
Ma nem elvitte a sapkát a szél, mi? Vagy a szél a sapkát? Sapkát a szél? Ja, a sapkát a szél. Most nem más fogunk csinálni, mint mit? Hol vagy? Úszni! Úszni! Lemegyünk és úszunk egyet ott a vízbe, hogy megmutatom, hogy a lépcsőkön kell egész végig lemenni. Az előbb itt voltunk, felút mutattuk meg az egyiket, ott a mögöttem pedig ott volt, ott a másik, ott néztünk ki. Arra felére oda fogunk lemenni. Arra akarsz lemenni, vagy erre a felére? Melyikre? Szembe vagy oda hátulra? Melyik felére akarsz lemenni? Szembe. Szembe, a lépcsősön. Jó, akkor megyünk a lépcsősön. Kicsit elfáradt a Lukasz, túl sokat úsztunk ma, azt hiszem, hogy ezen a részen van sok szép ház. Látod, itt a parton sok érdekes. Várják, ezzel megértekeztünk ide a lépcsőhöz. Most ide le fogunk menni. Lefelé itt a lépcsőn menni azért könnyebb, hallod, mint ott felmenni a dombon, arra felé mászni. Jössz? Oda, ott lent fogunk úszni. Ott van egy helikopter is, látod, nézi a partot, hát ha valaki akar fulladni, vagy hát van egy cápa, már reméljük, hogy nincsen cápa. Úgyhogy gyorsan mi most lemegyünk, úszunk egyet a vízben, aztán még mielőtt befejezzük ezt a mai videót, játszani fogunk, ugye, ahogy ígértem nektek a videó elején, nyeremény játék lesz, úgyhogy megosztom veletek a kérdést, na várjál, Lukasz már közben elment, hogy megyek utána, gyorsan lehűtjük magunkat, és folytatjuk. Kiúsztuk magunkat, hogy vagyunk az autóba. Hogy élvezted ezt a mai napot? Délelőttet? Jó, jó. Elfáradtál. Te kifűzött minket a nap, a víz is. Úgyhogy, még mielőtt befejezzük ezt a mai videót, nyereményjáték lesz. Te kérdezed a kérdést, rendben van? Jó van. A kérdés pedig nem más, mint? Mi a kedvenc tengerpartok, mire mentünk? Ami ahova lementünk, hogy az öt közül nektek melyik tetszett a legjobban? Hova mennétek le a legszívesebben? Lehet, hogy mindenhol lemennétek. Mit? Hát a kettedik. A második volt neked a... Ja. Nem tudom, attól függ, hogy mit akarsz csinálni. Tehát, ha hullámokat akarsz, akkor ugye ide kell jönni, hogyha nem, akkor a legelsőre. Hogyha akarsz mondjuk enni is, meg inni is valamit, akkor... na minden. Úgyhogy írjátok meg ide a videó alá, hogyha részt szeretnétek ugye venni a nyereményjátékban, vagy valami kulcstartót, valami kisebb ausztrális zsolgot ugye lehet nyerni. De még mielőtt megírjátok, ezen kívül semmi más nem kell tennetek, mint egy lájkot nyomni erre a videóra, és ugye persze, hogy kell, fel kell, hogy legyetek iratkozva ide erre a csatornára. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót is mára. Ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnénk kívánni, attól függően, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok!